édesem. Tőlem nem hallottál ilyet. Nem is hallottam a Gyöngyösi Márton kijelentését. Hát ugye azt mondta, hogy szerintem el kéne gondolkozni a kormánynak, hogy esetleg összeírja a parlamentbe is az úgymond nemzetbiztonságra esetleg veszélyt jelentő zsidó származású egyéneket. Hát ez sajnálatos dolog, hogy ilyen történik a parlamentbe. Nem kellene a magyar parlamentnek ideig is védni. Nagyon szomorú. Magyarországon mi ezt nem szeretjük, ezeket a szélsőséges gondolatokat. A frakciómban sem, meg a parlamentben sem. Nincs véleményem, nem is tudom, hogy mit mondok. Kérem szépen, most lesz egy házbizottsági ülés, ahol a frakcióvezetés egy nyilatkozatot fog kiadni ebbe az ügybe. Nem akarom megelőzni. De nem kellett volna ott egyből egyébként ezt, tehát egy ilyen felhajtó kijelentést? Elnézést kérünk, tehát hogy mondjam, egy jó irányú közleményt adunk ki, nem valami gorombaságot, tehát csak nem... Csak neki már nem... Nem én adtam ki, hát hadd ne én mondjam el önöknek. Csak nem az első kijelentés ez végül is, mert azért... Édesem, tőlem nem hallottál ilyet. Na, nem öntöltem. Rendkívül határozottan elítélem. Én azt gondolom, ez elfogadhatatlan minden közéleti szereplőtől, független attól, hogy parlamenti képviselő vagy nem parlamenti képviselő. Én azt gondolom, hogy határozottabban is felléphetett volna a levezető elnök. Tekintettel arra, hogy egy képviselőcsoportból voltak, nem voltam meglepve, hogy ez nem így történt. Az, hogy egy politikai mondanivaló adott esetben a levezető elnök egyetért, nem ért egyet, támogatandónak tartja, vagy elutasítandónak, az nem ad lehetőséget a vélemény nyilvánítás szabadságának korlátozására. Azzal, hogy a képviselő azt fejezte ki, hogy izraeli, magyar, kettős állampolgárságú szemét ő nemzetbiztonsági kockázatnak tart, az illető személy kormányban vagy parlamentben szerepel, ez megint egy olyan vélemény, amivel lehet egyetérteni, lehet elutasítani, és most adott ki a képviselő úr egy közleményt, amelyben világossá teszi, ami az előzetes inkriminált mondat előtti mondatból világosan látszik, hogy nem zsidó honfitársakra gondolt, hát, hanem egyértelműen a kettős állampolgárokra gondolt. Az pedig, amit azóta mondott a Gyöngyösi Márton, szerintem az ugyanúgy elfogadhatatlan, mint amit előtte elmondott a parlamentben, a kettő között minőségi különbség nincsen. Azt se tudom, miről van szó. Gyöngyösi Márton.